Jó napot kívánok, Éliás András vagyok, az Undorító Telefon Fülkék film sorozatok harmadik részével kerestük meg Önöket. Egy nagyon kedves hozzászóló fölhívta a figyelmet, egy korábban lefilmezett telefonfülkére, az Erzsébet körút 2-re gondolt. Én is azt vettem észre, hogy már szilveszter előtt tapasztaltam, hogy hatalmas kukac, ugye emberi ürülékek gyülekeztek, aminek az lehet az oka, hogy 20 méterre alattunk az aluljárónak a területén újra megjelentek, ott vannak a hajléktalanok, föltehető, hogy ez tőlük származik. És hát elsődlegesen nézzük meg a célpontunkat, nyitom is az ajtót, közben valaki letakarta egy nájlózasú, egy reklámszatyorra, tessék megnézni balra, jobbra. Ebbe az az érdekes, hogy a Magyar Telekom cégen kívül azért másoknak is lenne ebbe felelőssége. Szerintem ezt a problémát meg lehetne oldani, annál is inkább, mert itt a Erzsébet körút 2 és a Rákóczi sarkán ott látható, föltehetőleg a rendőrségen üzemel ez a térfigyelő kamera, amellyel éjszaka észrevehetnék, hogyha valaki nem rendeltetésszerűen használja ezt a bizonyos telefonfülkét, és annál is inkább érdekességből megjegyzem, hogy kaptam a Magyar Telekom egy illetékesétől levelet, ahol egy jogszabályt idéz. Én ugyanis úgy gondoltam a korábbi írományaimban meg a beszédemben, hogy jelen pillanatban ez a telefonfülke egyrészt azért, mert sötétedés után nincs kivilágítva, másrészt mert szennyezett, nem alkalmas rendeltetésszerű használatra. Erre kaptam egy jogszabályból idézetet, mely szerint rendeltetésszerű használatra alkalmas az a telefonfülke, amelyben a telefon vonalatadás működik. Közben egyébként a másik oldal is ugyanilyen volt még nem olyan régen, de látható, hogy egy-két órával ezelőtt még nedves, hogy a másik oldalon kitakarította a cég illetékét. Itt már csak a földön látható egy kis maradék. Érdemes azon elgondolkodni, és majd még megnézzük, hogy ott volt egy korábbi WC, már évekkel ezelőtt nem működött, amikor a Hunvaldur ezt a csodálatos díszburkolatot elhelyezte. Kupac, ez pedig ugye a hajdani emke bejáratnál szintén ehhez a telefonfülkéhez közel, az aluljáró feljáratánál fotóztuk le. Ez tehát az a több évtizedes illemhely, a közelben van a telefonfülkéhez, ugye két ilyen lejárattal, ami már nagyon régen nem működik. Itt megjegyzendő, hogy persze a hajléktalanok nyilván nem fizetnének 100-200 forintos használati díjat, viszont hát ha már így alakult a helyzet és itt vannak a hajléktalanok, akkor a tarlós úr esetleg bérelhetne Budapest ilyen aluljárókhoz közeli pontjain ilyen toj-toj WC-t, ahová esetleg a hajléktalanok csak ingyen járhatnának, és akkor viszont a rendőrök figyelhetnék akár ezen a kamerán keresztül, hogy ne a telefonfülkékbe tegyék a dolgukat. Majd ismét jelentkezünk, viszont hallásra.